Hód Adrien, a budapesti Hodvers koreográfusa immár harmadik alkalommal vesz részt a Desiré Fesztiválon. Idén egy új darabbal érkezett, amelyet februárban mutattak be először. Svájcban, Romániában és Magyarországon több alkalommal is játszották már. Amikor ezt az előadást elkezdtük, akkor egyik fontos dolog volt, hogy valahogy én forma és mozgás kereső emberként valahogy jobban kezdett el érdekelni a mozdulatlanság, ami most, hogy ez miből jön? Abból, hogy rengeteg olyan dolog történt, amivel a sok koordinációból eljutottam szakmailag ide, vagy valahogy az egész élethelyzet, vagy az, ami körülöttem van Magyarországon, az okozta, az is közrejátszott ebbe a mozdulatlan érzetnek a létrehozásába, de valahogy formailag ez egyrészt érdekelt valahogy, hogy a koreográfiának így a leállítása, vagy valaminek így a megállítása. A szervezők, a fellépők és a közönség is lelkesen készült a Desirére. Urbán András nem csak színházigazgatóként van jelen a fesztiválon, hanem mint a Míra című darab rendezője. A Míra, tehát az M. I. R. A. előadás, az ugye Míra Trajlovicnak, tehát a jugoszláviai színjátszásnak ilyen értelmevét nagyasszonyának az életéről szól, ugye ő alapította a Bitefet, az Atelier 212-t, illetve a Bitef színházat is. Tehát egy olyan jelentős kreativitással rendelkező végül színházi óriás volt, ugye, aki meghatározta a dolgot. Tehát ebből kiindulva készül ez az előadás, de hát sok más Míráról is szól. Az előadásokat három helyszínen játsszák. A Kosztolányi Dezső Színházban, a Jadrán színpadon, valamint a Kortárs Galériában is vannak programok. A Desiré Fesztivál november 30-áig várja a látogatókat.